Pécsi Országos Színházi Találkozó alatt benépesül az egész belváros, és ebben a nagy melegben mindenkinek jól esik egy-egy pohár víz, ezért a rendezvény sorozat támogatásaként több szabadtéri program helyszínén kínáljuk friss ivóvízzel a közönséget és a sétálókat, és az emberek nagyon hálásak ezért az apró gesztusért. Megszomjaztál? Igen. Meg egy kicsit. A Széchenyi téren, illetve a Zsolnai Kulturális negyedben, és emellett a Jókai téren és a Magyar Teátrum színház sátorban egy-egy vízatakoló oldhatja az emberek szomját. Másik nem titkolt célunk, hogy a fogyasztók pozitív személyes tapasztalatára alapozva megismertessük és elismertessük a pécsi csapvizet, hogy a vizet, a vezetékes ivóvizet az értékén kezeljék az emberek, ezért a repetázó vendégeket megajándékozzuk egy-egy összehajthatós kulaccsal, illetve egy térképpel, amin feltüntettük a pécsi ivókutakat, hogy maguk is bármikor, akár menet közben a programokra is újra tölthessék a vizes palackot és felfrissíthessék magukat. Azt hiszem, hogy kétfajta színű volt. Melyik volt a másik szín? A szürke még volt ezen kívül. És neked a kék tetszett? Igen. Legnagyobb részt mélyfúrású kutakból származik az ivóvíz. 80%-ban ugye a Pelérd és a Tortyogói kutak azok 150 méteres mélységből hozzák fel az ivóvizet, aminek a különlegességét egyébként a Tettyei karszvíz adja, ez pedig az ásványvizekhez teljesen hasonló módon alakul ki. Ízlik a víz? Hát finom.